Mérnökök figyelik az értékeket, így néz ki a budapesti kutatóreaktor vezénylője, egy szűk folyosóval arrébb kapott helyet maga a reaktor. Mindennek már 60 éve. A szovjet gyártmányú berendezést 1959-ben építették a Központi Fizikai Kutatóintézet területén. Kezdetben 2, most 10 megawatt a teljesítménye, a napokban pedig a 6 évtizedes jubileumát ünnepelték. Gratulálok a 60 éves szülinapra. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos évforduló. Elsőként a Magyar Tudományos Akadémia elnöke gratulált a jubileum alkalmából, Lovász László megköszönte a kutatóreaktort működtető szakemberek munkáját, és további sikereket kívánt. Pekári Géza, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT vezérigazgatója pedig arról beszélt, minimum 5 évtizeden keresztül szoros volt az együttműködés a kutatóreaktor és a Paksi Atomerőmű kollektívája között. A 70-es években az építkezésre való felkészítés során az első munkatársaink, jelenlegi munkatársaink a kutatóintézetbe kezdték meg a szakmai pályafutásukat. Meghatározó volt ez az atomerőmű életében, hiszen a biztonság elsődlegessége, az a szakmaiság, az a szakmai kultúra, ami nyilván a szakmai képességük kialakulása mellett szintúgy kialakult bennünk, meghatározója volt a mai atomerőműnek a biztonsági kultúrája tekintetében is. Az ország energiahelyzete miatt szükség van két új atomerőművi blokk megépítésére, mondta az ünnepségen Süli János. A Paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembehelyezésért felelős tárca nélküli miniszter hozzátette, a munka jelenleg is zajlik. Az ország energiahelyzete az indokolja most is, hogy ezt a programot végrehajtsuk. Ennek a programnak a keretébe olyan blokkot építsünk, ami a megépítést követően 60 évig biztonsággal szolgálja Magyarország olcsó időjárástól függetlenül termelő biztonságos kapacitását. A budapesti kutatóreaktor jubileumáról szóló ünnepség szakmai konferenciával zárult.